Szeretettel köszöntöm a tévénézőket. A mai üzenet címe igazi megelégedést találni. Mi emberek hajlandók vagyunk arra, hogy keresünk, kutatunk, de mégsem találjuk meg azt igazán, amit keresünk. Mert ha megtalálnánk, az elégedettséggel töltene el minket. Sokszor tapasztaljuk életünk során, hogy valami hiányzik. Megtalálni valamit olyan örömmel tölt el, hogy mi emberek képesek vagyunk örömünkben akár még dalra fakadni is. Azt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy az igazi megelégedést meg kell találni. Ahhoz, hogy valamit megtaláljunk, nem ülhetünk tétlenül. El kell kezdeni keresni. A megelégedés egyenlő öröm, békesség, kiegyensúlyozottság. Megszűnik a vágyakozás, az irigység, és ehelyett elönti a szívet az a szeretet, ami békességet tud hozni az ember életére. A megelégedés ellentétje az elégedetlenség. Nem vagyok megelégedve az otthonomban, a munkatársaimmal, a házasságban, a mindennapokban, sőt, még magammal szemben is tudok elégedetlen lenni. Gondoljuk csak át, hogy ez az elégedetlenség mennyi konfliktus hoz az emberi életbe, és milyen békétlenséget okoz. Frusztrált nappalok és álmatlan éjszakák. Én úgy gondolom, hogy az elégedetlenség éppen ezért nem jó dolog az ember életében. Ezért fontos igazi megelégedést találni. De vajon hol keressük? Isten szent igéje a Jobb könyvében 22. fejezet 21-es igehely így szól. Bízd csak azért magad őre, és légy békességben. Ezekből jó származik reád. Jobb igaz ember volt Isten előtt. Egész életében bízott Istenben, még a nyomorúság idején is. Ezt a bizalmat akkor mutatta meg, amikor mindenét elvesztette. Akkor sem tagadta meg az ő Istenét. Isten látta az ő bizalmát, hitét, és duplamosan kapott vissza. Az igazi megelégedés az nem a körülményektől számít. Az igazi megelégedés egy ember életében, amikor rátalál Istenre, akibe a bizalmát, a hitét vetheti. Az igazi megelégedést megtalálni egyenlő Istenre találni. Nézzük csak a Biblia sorait. Úgy kezdődik, hogy bízd csak magad őre, és légy békességben. Ha Istenre bízod magad, akkor beköltözik az életünkbe az igazi békesség és az igazi megelégedettség. Aztán így folytassa a Szent Írás sorai. Ezekből jó származik reád. Tehát Isten igéje Isten szájából származik, hű és igaz. Nagyon sok ember életébe eljött ez a békesség, a megelégedés, akik hitáltan rábízták az életüket az élő Istenre. Kezd el ma, és azt kívánom minden kedves nézőnek, hogy találja meg az igazi megelégedést. Isten áldjon Önöket!